Több magyarországi autógyár is leállította ideiglenesen a termelést márciusban, de a dolgozóknak nem mondtak fel. Sokan elveszítették azonban a munkájukat a járvány miatt, például a vendéglátóiparban. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az Operatív Törz sajtótájékoztatójáma azt mondta, az elmúlt években sikerült 1 millió munkahelyet létrehozni, mégis a járvány miatt sokan veszítették el a megélhetésüket. A koronavírus, illetve annak gazdasági következményei, azonban sajnos pusztító hatással vannak a munkaerőpiacra is magyar emberek, családok megélhetése kerül veszélybe. Eddig összesen 163 ezeren fordultak a kormányhoz munkanélküli segélyért vagy jövedelempótló támogatásért. A kormányzati bértámogatást majdnem 4 ezer munkáltató igényelte 54 ezer dolgozónak. A legtöbb minden negyedik igényt Budapesten és Pest megyében adták be, de sokan kérték Hajdúbihar megyében és a délalföldi régióban, főleg Bács-Kiskun megyében is. A legtöbb kérelem a kereskedelmi szektorból érkezik, ez az összes igény 30%-a. A segítségkérések 13,5%-a a feldolgozóiparból, 13% szálláshelyszolgáltatástól, szolgáltatástól vendéglátóhelyektől jön. A főváros dékás polgármesterei viszont úgy látják, a kormány nem tesz eleget például azokért az emberekért, akik elveszítették a munkájukat. Máshol Európában a kormányok a fizetésük 70-80-90%-át adják oda azoknak az embereknek, akik a koronavírus miatt elveszítették az állásukat. Magyarországon ez nem így van. A párt által vezetett kerületekben ezért álláskeresési támogatást vezetnek be. A harmadik kerületben egyszerű 120 ezer forintra, Erzsébetvárosban 57 ezer, illetve gyermekeket nevelő felnőtt esetén 71.250 forintra. A 11. kerületben legfeljebb 100 ezer forintos támogatásra jelentkezhetnek azok, akik elveszítették a járvány miatt a munkájukat, vagy nem kapnak fizetést. A 15. kerületben egyedülálló esetén 45 ezer forintot, családos gyermeket nevelő felnőtt esetén 5 50 ezer forintot biztosítanak havonta. A 18. körletben évente legfeljebb kétszer lehet maximum 50 ezer forintra pályázni.